Érző, reagáló bábukon gyakorolnak a medikusok, 800 millióból fejlesztenek a pécsi orvoskaron. Informatikai előadások középiskolásoknak, növelnék a digitális területen dolgozók arányát. Október 1-e az idősek világnapja, Baranyában több helyszínen is ünnepeltek. 50 millióból korszerűsítették az 50 éves iskolát, a humán erőforrás bővítése is nagy hangsúlyt fektet. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Beszélő, lélegző, szimulációs bábuk, amik reagálnak minden beavatkozásra. Legyen az egy injekció, egy eszköz alkalmazása, vagy éppen szívmasszázs. Ilyen intelligens szimulációs eszközökkel szerelik fel azokat az úgynevezett skill laborokat, ahol az orvostanhallgatók gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. Akár egy szülés levezetését is megtehetik. Mindezt úgy, hogy nem ártanak gyakorlás közben élő embereknek. A gyakorlati képzés fejlesztésére 800 millió forint jut Pécsnek, de fejlesztenek még Debrecenben és Szegeden is. Egy szimulációs bábú fekszik az egyik kiállítócég pultján a Szentágotai Kutatóközpontban. Ő Bob, aki az orvostanhallgatók, egészségügyi szakemberek oktatásában lehet nagy segítség. Bobot lehet ultrahangozni, vannak belső szervei, hasi ultrahangra alkalmas, abszolút élethűen mutatja a beleknek is a gázosságát, ami ugye műterméket okoz, illetve a szívét is lehet ultrahangozni neki. The baby is coming! A szülés levezetését lehet gyakorolni ezzel a másik élethű, beszélő, lélegző bábúval. Ez egy normál szülés volt, de különböző komplikációkat is tudunk szimulálni. Például farfekvéses szülés, köldökzsinór nyakra tekeredése. Igen. És ikerszülés? Ikerszülés, azt nem. Egy baba van, úgyhogy azt nem. És ugye császármetszést azt szoktak, tehát van egy olyan has, amin lehet császármetszést is végezni, ez most épp nem az, de azt is lehet szimulálni. Többek között ilyen eszközök kerülnek be azokba a skill laborokba, amiket az ország 3 egyetemén és 16 megyei szintű oktatókórházában alakítanak majd ki. Az állami egészségügyi ellátóközpont 8 milliárd forintot fordít a magyar orvosképzés és egészségügyi szakképzés gyakorlati részének fejlesztésére, a skill laborok infrastruktúrális feltételeinek megteremtésére és a klinikai, technikai jártasságot elősegítő eszközparkok kialakítására. Debrecen, Szeged és Pécs orvosegyetemein alakítanak ki skill laborokat. Jelentette be az államtitkár a pécsi Szentágutai Kutatóközpontban kedden. Pécsnek közel 1 milliárd jut a fejlesztésre. Ez 800 millió lesz ebben az esetben, és főleg eszközös beszerzéseket jelent, de természetesen ennek megvannak az infrastruktúrális feltételei is, amelyeket egyéb forrásokból biztosítunk. Az orvosi karon még 2016-ban alakítottak ki egy skill labort, ezt bővítik tovább, valamint az egészségtudományi karon is nagyobb labort alakítanak ki. A hazai orvosképzés segítő diagnosztikus és terápiás beavatkozások élethű modelleken történő oktatásáról konferenciát is rendeztek kedden az egyetem kutatóközpontjában. IT és TI címmel rendez előadássorozatot a megyeszékhely középiskoláiban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az informatika területén dolgozó helyi cégek keddenként 4 alkalommal előadások és gyakorlati bemutatók keretében mutatják be a legújabb trendeket. Jelenleg az informatikus, illetve a szoftverfejlesztő hiány szakma. Így, aki ebben az irányban tanul tovább, biztos jövőre számíthat. Megismerhetik önkéntes kamarai tag vállalkozásaink szakértőitől, merre tart ma az informatika, mi lesz a jövő, mi várható a későbbiekben, mire kell odafigyelni, és milyen újdonságok vannak most az informatika világában, és ezzel is próbáljuk felkelteni az érdeklődésüket a diákoknak, illetve még inkább fenntartani annak érdekében, hogy a későbbiekben is hát lássák, hogy milyen trendek vannak, mint munkaerőpiaci, mint szakmai szempontból, és hát ezek alapján tudjanak dönteni a későbbiekben. 19 kg kábítószer gyanú szárított növényt találtak egy kozármislenyi tanyán. Vasárnap éjszaka érkezett a bejelentés arról, hogy kozármislenyi külterületén lövéseket hallottak.
A rendőrök a helyszínen egy 54 éves helyi férfit igazoltattak. Elmondta, hogy a közeli tanyájára próbáltak meg ismeretlenek bemenni, ezért vakondriasztót telepített, annak a hangját hallhatták. Azonban a megtartott kutatás alkalmával 8 tő lábon álló kábítószergyanús növényt, 19 kg kábítószergyanús szárított növényt, valamint kábítószer termesztéséhez használatos eszközöket foglaltak le. A férfit a rendőrök elfogták, előállították, majd kihallgatták gyanúsítottként. Teljes körű alagút biztonsági gyakorlatot tart az M6 autópályán október 10-én a katasztrófa védelem a Mecsek autópálya koncesszió ZRT-vel, valamint a káresemények felszámolásában együttműködő szervezetekkel. A gyakorlat sikeres és biztonságos lebonyolítása érdekében az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát a Bátaszéki és Mohácsi csomópontok közötti szakaszon, a Pécs felé vezető oldalát a Bátaszéki és a Véméndi csomópontok közötti szakaszon október 10-én szerdán 19 óra és október 11-e csütörtök hajnali 1 óra között lezárják. Ez idő alatt a forgalmat az 56-os és az 57-es útra terelik. A szakemberek többek között az alagút ventilátorait, átjárhatóságát is ellenőrzik. Az alagút egy speciális helyszín, ezért az ott bekövetkező káreseményekre csak a helyszínen lehet felkészülni. Kormányrendeletben meghatározottak szerint erre 4 évente sort kell keríteni. Ennek a gyakorlatnak a során fogjuk felkészíteni az állományt egy alagútban történő veszélyes árut szállító jármű balesetével kapcsolatos káresemény felszámolására. Baranyai és Tolnai tűzoltóegységek és társszervek bevonásával fog ez történni. 6 gépjármű fecskendővel, 4 különleges szerrel és a 2 megye katasztrófavédelmi mobil laborjával. Ugyan a fűtési szezon hivatalosan csak október 15-én kezdődik, a sok évi átlagnál alacsonyabb napi középhőmérséklet miatt szeptember 27-én a PTÁV is elindította a fűtést azokban a házakban, ahol erről másképp nem rendelkezett a lakóközösség. A fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. A Baranya megyei katasztrófa védelmi igazgatóság közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy a fűtőeszközök, valamint a kémény kialakítását és karbantartását mindenképpen bízzuk szakemberre. A házilag barkácsolt berendezések akár életveszélyesek is lehetnek. Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőkészülékét, a lerakódott por és szennyeződés ugyanis nem csak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem életveszélyes balesetekhez is vezethet. Nem árt tudni, hogy idén januártól a családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, hanem a lakók által foglalt időpontban végzik el az ingyenes ellenőrzést, tisztítást. Világszerte október 1-én ünneplik az idősek napját, ilyenkor a tisztelet és a megbecsülés kimutatása a legfőbb cél. Ennek alkalmából Baranyában több településen is készültek programokkal a szépkorúak számára. A legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály készült egy rövid bemutatóval vagy előadással, amit az idősek szívesen fogadtak. Október 1-e az idősek világnapja, ezt Alsómo családon is megünnepelték, a településen azonban nem csak egy napra, hanem egy egész hónapra szerveznek programokat. A nyitó rendezvényen elhangzott, az év minden napján fontos, hogy tisztelettel forduljunk elődeink felé. Az idősek, ők egy különleges helyet foglalnak el a szívünkbe, hiszen ők már nagyon sok mindent megtettek értünk. Rajtuk múlt az, hogy Alsómo család a mai arculatát bíró, élő és élhető településé vált. Az eseményre a mágocsi óvodások készültek egy rövid műsorral, de komoly zenét is hallgathattak az idősek. Az őszi fény idősek otthonának vezetője elmondta, mivel 44 fővel működik az intézmény, szerteágazó igényeknek kell megfelelni. Amikor a programot összeállítjuk, akkor van kívánság műsor is, tehát megkérdezzük, hogy ők mit szeretnének, mi az, amit még pluszba beletegyünk. Így jött például Atalába szeretnének elmenni egy jó halászlevet enni, tehát például oda is elmegyünk, a cukrászda látogatás is így alakult, tehát amit ők kérnek, azt mi igyekszünk a program. Ezen kívül kirándulásokat és különböző kültéri programokat szerveznek az egy hónap során a bentlakóknak. Ez pedig már Magyarboly, ahol szintén az idősek világnapját ünnepelték a művelődési házban. A helyi óvodások egy kedves előadással készültek, de verseket is hallhattak a résztvevők, melyek az idősek iránti tiszteletre hívják fel a figyelmet. A rendezvényre pedig nem csak Magyarbolyból érkeztek a vendégek. Ilocskán pedig a Magyarboly és az Ilocskai Önkormányzat közös tulajdonában lévő szociális otthonnak a szintén
mozgásképes érdeklődő lakói a résztvevők, vagy a vendégek a magyar bolyidőseken kívül. Az egyik legkedvesebb műsorszám egy operett előadás volt. A fellépők több résztvevő szívébe is belopták magukat. Ezt nagyon szeretjük. Tavaly is itt voltunk az öregek napján, és akkor is volt egy ilyen fiatal ember az operettből. Hát ez nekünk a jó lelkünknek. Tarlós Ferenc és Szőcs Enikő Flóra adott elő olyan ismert dalokat, melyeket erre az alkalomra állítottak össze. Azt mondják, számukra nagyon fontos, hogy megbecsüljék az időseket. Ez az a műfaj a zenés színházban, ami leginkább az időseknek szól, és rengeteg olyan dal van, amit ők is ismernek, és nagyon pozitív élmény volt nekünk az, hogy együtt énekeltek velünk. Mindenképpen fontosnak találom, hogy tiszteletben tartsuk őket, mert ők olyan dolgokat éltek meg már az életben, amik előttünk állnak még tulajdonképpen. Az idősek napi rendezvények célja, hogy a szervezők megmutassák, mennyire fontosak a települések számára a szépkorúak. A bemutatók és előadások pedig jókedvre derítették a közönséget. 2 év börtönre ítélték azt a pécsi ápolónőt, aki 2016 tavaszától heti rendszerességgel mérgezte 5 munkatársát. A bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 4 évi próba időre felfüggesztette. A vádlott 2016-tól rendszeresen pszichiátriai gyógyszereket tett 5 kollégája kávéjába, illetve ivóvizébe, amitől azok rosszul lettek. A nő tettéren nem adott magyarázatot, az ítélet nem jogerős, az ügyészség fellebbezett. Csaknem 50 millió forintból újult meg a Cserepka iskola. A felújításra azért volt szükség, mert az 50 évvel ezelőtt átadott Építők úti iskola épületének egyes részei igen leromlott állapotban voltak. Az infrastruktúrális és eszközfejlesztésen túl a humán erőforrás bővítésre is nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben. Megújult tantermekben folyik már az oktatás a Cserepka iskolában, az egykori Társiban. Az elmúlt évtizedek elmaradt felújításai után az iskola fenntartójának, a baptista szeretetszolgálatnak köszönhetően új arculatot kapott az intézmény. Így modern, ugyanakkor barátságos látvány fogadja az iskolába érkező kicsiket és nagyokat. Körülbelül 50 éves épület, tehát azt az egykori építőkúti általános iskolát 50 évvel ezelőtt adták át. Tehát itt azért vannak olyan részei ennek a dolognak, ami azóta nem nagyon újult meg. Tehát közel 50 millió forintot költöttünk itt a nyáron arra, hogy ez megújuljon. Részben a tető megújult, részben a folyosó megújult, a mellékhelyiségek megújultak, a tantermek egy része megújult, eszközében is megújult, tehát digitális táblában láttuk el a tantermeket. A megújulás nem csak kívül, hanem belül is folyamatos. Az intézmény 2 fő profilja, 2 tanítási nyelvű képzés és a közoktatási típusú sportiskolai képzés. Az évek óta jól működő sportosztályok emelt óraszámú nyelvi órákkal bővültek, az angol 2 tanítási nyelvű osztályok pedig amerikai tanárokkal készülnek a célként kitűzött nyelvvizsgára. A Cserepka iskola már az óvodásokat is bevonja az iskolai életbe, játékos sport és nyelvi előkészítő foglalkozásokat szerveznek a város óvodásainak. 3 új tanítónéni érkezett az iskolába, és az ő felkészültségük, tehát a módszertani kultúrájuk, ami a pályakezdőknek megvan. A régi kollégáknak a tapasztalata, rutinja, az azt gondolom jól ötvöződik, tehát egy olyan bázis, amire azt gondolom, hogy a jövőben biztosan építhetünk. Az elmúlt tanévben megújult a tornacsarnok is, ahol az iskola tanulói mellett Pécsváros több sportegyesületének versenyzői is edzhetnek. 2 napos integrált futóversenyt tartottak Kozár Michelinben. Az első Michelin részre ugyanis a családok és baráti társaságok mellett a Fészek lakóotthon sportolóit is meghívták. Az 1999-ben alakult Életesély Egyesület lakóotthona 2000 óta autista és egyéb fogyatékossággal élő gyermekeknek és fiataloknak nyújt segítséget. Az első Michelin rész az Európai Sporthét keretén belül valósult meg. Nem csak futás, hanem akadálypálya is várta azokat, akik a Michelin rész 2 rövidebb távjának valamelyikét választották. A sprintverseny mezőnye 1, a kondifutam csapata pedig 2 erőgyakorlatokkal teletűzdelt kört teljesített. A gazellák csak futottak, de 4-et a 2,6 kilométeres körökből. Én nagyon remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni, mert ennek a rendezvénynek az a célja, hogy a
az emberek kijöjjenek családostól, a fiataloktól, a szenior versenyzőkig, és sportoljanak, mozogjanak. Meghívtuk még a Fészek lakóotthonnak a lakóit is, és nagyon örülünk, hogy ők is eljöttek, és egy picit tudjuk őket integrálni így a városnak a rendezvényeibe. Mint ismert, szeptember utolsó hetében Európa szerte a sporté volt a főszerep. A Téfit Sport Egyesület és a Porta Pannonia Egyesület Kozár Michelinben kétnapos versenyt szervezett az Európai Sporthét keretében. Az első Michelin rész első napján az általános iskolások, a másodikon pedig a családok, baráti társaságok, sportszervezetek vettek részt. A legtöbben a sprint versenyre neveztek, hiszen az indulók között voltak olyanok is, akik még csak most ismerkednek a TRX-el. A sprint körön fogok indulni, azért választottam, mert ez a legrövidebb, és az én testalkatommal meg a kondíciómmal ezt simán meg tudom csinálni. Különben festő vagyok, azon gondolkodtam, hogy kettes létrába fogom lenyomni ezt, de lebeszéltek róla a szervezők, mert szeretnének többieknek is esélyt adni, hogy nyerjenek. A csapatversenyt a Schmidt Györgyi, Kavcsák Kitti, Dékány Norbert, Litz Anikó és Varga Edit összeállítású Fészek lakóotthon csapata nyerte. Az Életesély Egyesület 1999-ben alakult, autista és egyéb értelmi fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok, valamint közvetlen hozzátartozóik hozták létre, gyógypedagógus közreműködésével. Az Egyesület Fészek lakóotthona 2000. január 1-ével kapta meg működési engedélyét. 10 férőhelyre. A benzin és a gázolaj ára is jelentősen emelkedik szerdától. A benzin bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára pedig bruttó 6 forinttal lesz drágább. Így előbbi átlagára újra 400 forint felett lesz, utóbbié pedig 421 forintra változik. Az autósok akár 50 forintos különbségeket is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Akár 20-25 új munkahely is létrejöhet a Szekszárdi Ferropatent ZRT több mint 720 millió forintos fejlesztése kapcsán. A folyamatosan bővülő cég a most üzembeállított gépeknek köszönhetően új piacokat tud szerezni, ezzel pedig Szekszárd polgármestere szerint minden helyi jól jár. Közös mosoly a kamerákba közvetlenül a szalag átvágása előtt. Volt miért örülni, a Szekszárdi Ferropatent ZRT több mint 720 millió forintos fejlesztésének köszönhetően a cég egy új gyártócsarnokkal és gépsorral is gazdagodott. A beruházás eredményeként a vezérigazgató szerint új piacokra tudnak majd belépni. Nekem mindig az a gondolatom, hogy amit ezzel piacot kiépítettél, azt tartsd meg, az tedd jobbá, ez az egyik feladatunk, ugye, és a jobb minőséget gyártsunk, itt vannak több vevőink is, akik ezt igénylik, a másik pedig, hogy természetesen egy új piac fele, ami magasabb minőséget, mint mondom, nem túlzás, hogy autóipar fele, S500MC és S690QL, aki ismeri ezt a minőséget, azt tudja, hogy ez már magasabb minőség, ez a gép bizonyos méretskálában ezt is tudja. A bővítésnek köszönhetően rövid időn belül 20-25 új munkahely jön létre a szekszárdi vállalkozásnál. Ács Rezső Szekszárd polgármestere szerint emellett az is fontos, hogy a Ferropatent ZRT a helyi adóbefizetésen keresztül a város fejlődéséhez is nagyban hozzájárul. Ezeket a helyi adóbevételeket pedig visszaköltjük, visszaforgatjuk a városra, járdákat, utakat építünk, vagy éppen rendezvényeket szervezünk belőle. És azért is fontosak az itteni vállalkozások, és az, hogy itt telepedjenek le, és itt maradjanak, és ne költözzenek el, mert rájuk számíthatunk akkor például, amikor a városnak segítségre van szüksége bármilyen tekintetben, például a rendezvények tekintetében. A csarnok átadásán Rákosi Balázs az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár is részt vett. Ő úgy fogalmazott, hogy a negyed évszázad alatt a semmiből piacvezető szerepet elért Ferropatent ZRT útja jó példa arra, hogy Magyarországon érdemes vállalkozni. A magyar gazdaságban minél több ilyen szereplőre van szükség, minél több olyan szereplőre, akik a helyi gazdasági érdekeket, a helyi gazdasági potenciált minél nagyobb mértékben tudják kihasználni, és akik minél nagyobb mértékben tudnak helyben munkát és kenyeret adni az itt élő embereknek. A Ferropatent ZRT-nek nem a mostani fejlesztése az egyetlen az idei évben. Legutóbb februárban adtak át itt egy új gyártócsarnokot.
A meseteremtő erejére hívták fel a figyelmet Siófokon, a Népmese napján. A gyerekek és a szüleik pedig nem csak magyar, hanem székely meséket is hallhattak. Emellett a faforgással és más kézműves szakmákkal is megismerkedhettek. A Benedek Elek születésnapjához kötődő programokkal az élő szót és annak fontosságát hangsúlyozták a szakemberek. Megnéztem, pont jó volt a vizecske, tettem bele lepedőcskét, rongyocskát. Saját életéből is merít egy-egy történethez Csernik Szende székelymese mondó. Ezekből hallhatott ízelítőt a közönség Siófokon a Népmese napján. A sorok között nem csak a gyermekek, hanem szüleik is szívesen hallgatták végig az érdekesebbnél érdekesebb meséket. A gyerekkorom óta szeretem a magyar népmesét és a jó magyar népmeséket, és én is gyűjtöttem, nekem is vették a szüleim a régi jó könyveket, illetve mi is veszük a kisfiamnak, és a mi meglévő könyveket is átadományoztuk neki. De nem csak Szabolcs, hanem kisfia is szereti a népmeséket. Szoktam, egyik este egy egész könyvet is kiolvastam, de a kedvenc mesémet nem tudom megmondani, mert egy csomó van. A Siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban egész nap várták a mesekedvelő felnőtteket és gyerekeket. Mondjuk a Kacor király a kedvenc mesém, és ugye meséket nagyon szeretem, én magam is mondok a kisugomnak meséket éjjelente. A Népmese napját Benedek Elek születésnapjához kötjük hazánkban. Immár 13. éve fognak össze a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. A meséknek teremtő ereje van. Elsősorban az élő szó. De nem csak én, mert nem csak az a fontos, hogy én meséljek, hanem az édesanyja, édesapja vagy testvérkéje, hogy élő szót halljon a gyermek. Az egy olyan összekötő fonal, láthatatlan fonal, annyira gyönyörű népmeséink vannak, vagy egyáltalán az anyanyelvünk. Hát az annyira szép a gyermeknek, az annyira fontos. A színes programok között fafaragás és más kézműves szakmát is kipróbálhattak az érdeklődők. Évente 300-400 infarktusos eset történik Tolna megyében. A szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető. A Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája az iskolákban indított kampányt annak érdekében, hogy már fiatalkorban felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Piros kitűzők jelzik, hogy különleges nap van az iskolában. Ezúttal a szív került a középpontba. Legnemesebb szervünk védelmére hívja fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet által indított kezdeményezés. A szekszárdi rendezvényt a Balassa János Kórház frissen megnyitott egészségfejlesztési irodája szervezte minden általános iskolában. Az a célja az EFI-nek ezzel, hogy minél több korosztályt mozgósítjunk és felhívjuk az egészségvédelemre a figyelmet. Ez egy tökéletes alkalom volt arra, hogy ezen korosztályban felhívjuk a szív védelmére a hangsúlyt. 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a szívvilágnapját, melyhez hazánk az első évtől kezdve csatlakozott. A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és más halálok együttesen. Bencúr Béla, kardiológus azt mondja, a magas vérnyomás az egyik rizikófaktor. Magyarországon ebben 2,5 millió ember szenved, ráadásul a betegek fele nem is tud a betegségéről. De egyéb kockázati tényezők is vannak, mint a dohányzás vagy a magas koleszterin szint. A második a cukorbetegség, amely a túlsúllyal, a mozgásszegény életmóddal, a kedvezőtlen vagy helytelen táplálkozással sajnos járványszerűen terjed, és ez is a legfőbb okok közé tartozik. Harmadik a koleszterin, amiről nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy minél alacsonyabb, annál jobb. Nincs olyan alacsony koleszterin érték, aminél egy alacsonyabb érték ne lenne még kedvezőbb. Sajnos ennek a ellenoldalon nagyon sok olyan fogadatlan prókátor van, talán még az egészségügyi szakemberek közül is, aki az ellenkezőjét állítja. Évente 300-400 infarktust látnak el Tolna megyében. Statisztikák szerint 100 betegből 8-9 belehal a szívrohamba, még a legjobb ellátás mellett is. Ezért hívják fel a figyelmet a szakemberek arra, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Érző, reagáló bábukon gyakorolnak a medikusok, 800 millióból fejlesztenek a pécsi orvoskaron.
informatikai előadások középiskolásoknak, növelnék a digitális területen dolgozók arányát. Október 1-e az idősek világnapja, Baranyában több helyszínen is ünnepeltek. 50 millióból korszerűsítették az 50 éves iskolát, a humán erőforrás bővítése is nagy hangsúlyt fektet. Szerdán újabb hidegfront érinti térségünket, kisebb csapadék csak néhol, északon, északkeleten fordulhat elő. A nyugati a szél azonban élénknek, erősnek ígérkezik, hajnalban 2-8, délután 15-21 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára, és akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!